Miért vállalt, hogy eljön erre a fórumra, konferenciára? Minden olyan rendezvényen, ahol el tudjuk mondani a kamaráspontját, ott kell lennünk. Hiszen egy olyan szakmai érdekvédelmi szervezet vagyunk, amely közösségek véleményét kell, hogy összesítse, és minél több szervezetnek a véleményét tudjuk beintegrálni a közös elképzelésbe, annál hitelesebb az, amit képviselünk, és annál hitelesebb az a szervezet, és akivel együtt tudunk dolgozni. Volt az előadásának egy pontja, amikor ösztönz alá került, hogy érezte ott magát? Szeretek küzdeni, és nem úgy érzem, hogy ösztönz alá kerültem, hanem úgy éreztem, hogy megpróbálják feszegetni a meglévő szabályokat, és igazából egy szabálynak a kritikája az, ami eldönti, hogy jó-e a keretrendszer. Tehát én örülök, hogyha tudunk egy anyagról vitázni, mert olyan javaslatok jöhetnek elő közbe, amik utána valóban tudják a meglévő rendszert még finomítani, és az álláspontokat tudjuk egymáshoz közelíteni. Tehát azt gondolom, az első lépés az, hogyha megjelenik egy új anyag, akkor egy picit az emberek bizonytalanok, nem ismerik, beszélni kell róla. Akkor kezdjük megismerni részben az anyagot, részben egymást, és utána, ha már ismerjük egymást és az anyagot, akkor az álláspontok kezdenek közelíteni. Csak akkor lehet jó egy ilyen típusú képzés, hogyha ezt mindenki sajátjának érzi, megérti, és látja az emögött lévő komoly társadalmi jogalkotói szándékot és érdeket. Ha ez sikerül egy ilyen rendezvényen csak egy pici lépéssel is előre vinni, akkor már volt értelme. Itt viszont azt láttam, hogy sokkal nagyobbat léptem előre, mint amit én eredetileg vártam. Eltelt másfél nap, hogy érezte magát ezen a rendezvényen? Rendkívül jó rendezvény, nagyon sok kiváló szakember van itt, akiktől én nagyon sokat tudok most itt tanulni. Láttam azt, hogy gondolkodnak, mit szeretnének, és megpróbálok ebből minél többet én átvenni és beilleszteni a kamara és a saját gondolkodás világomba. Ön már mondta, hogy van egy eredménye ennek a napnak, de mit gondol, hogy többi résztvevő kézzelfogható eredményekkel tud távozni? Én azt látom, hogy itt nagyon sok irányból vannak itt rendeleti szervektől, vannak itt piaci szolgáltatók, vannak itt megbízói oldal. Én azt látom, hogy itt akár még az üzleti kapcsolatokat is lehet egy komolyabb bizalmi alapra helyezni. Közeledhetnek egymáshoz az álláspontok, jobban értjük egymást, a felek, az itt lévő felek jobban értik egymást, és ami talán még pozitív lehet, bízom benne, hogy akár még ebben az itt lévő feleknek üzleti sikere is származhatnak. Köszönöm szépen. Én köszönöm.